Összesen 44 szerbiai településen rendezték meg a múzeumok éjszakáját. Ezen a napon az érdeklődők meglátogathatták a múzeumokat, galériákat és kulturális intézményeket, az új kiállításokat és az alkalmi műsorokat. Ugyanezen az éjszakán Szerbián kívül 30 ország 120 városában 3000 múzeum nyitotta meg a kapuit az Európai Múzeumok éjszakája keretében. A kezdeményezése Szerbia 2006-ban csatlakozott. Szabadkán kiállításokkal, játszóházakkal és koncertekkel ünnepelték a múzeumok éjszakáját. Az érdeklődők egy egész délutánt és estét szentelhettek a kultúrának és az önfeledt szórakozásnak. A város 30 helyszínén szerveztek programot. A gyerkőcök ámulva figyelték a miniatűr mozdonyokat a szabadkai új városháza előcsarnokában, ahol vasútmodell kiállításon vehettek részt a látogatók. Tetszenek a vasutak? Igen. Melyik tetszik a legjobban? Mindegyik. És mi tetszik bennük? Az, hogy tudnak menni, meg hogy átmennek a hidakon, meg hogy nagyon szeretem, amikor elsietnek mellettem. A rotografika nyomda a termelés titkait tárta fel a kíváncsi szemek előtt. Megtudhattuk, hogyan készül a nyomtatott sajtó. A cég múzeumában a korábban itt dolgozó nyugdíjasok mutatták be a régi nyomdai technikákat. A legérdekesebb az, hogy ahhoz, hogy ez a nyomda ilyen szépen nézzen ki, annak egy alap föltétele volt, hogy hát időben elkezdtek befektetéseket végezni a vezetőség, és mostan a magas nyomású Heidelberg gépekről van szó, monotíp öntőgép, monotíp szedőgép, és a szedőterem alap fölszereléseivel meg lehet ismerkedni a múzeum. Na most itt egy a gépszedő hiányzik, az egy olyan nagy gép, amely a felét, a többit kidobná sajnos. Én azon dolgoztam 19 évet. Szabadka 30 pontján rendezte különféle zenei, gyermek- és ifjúsági, illetve művészeti programokat. Az idei múzeumok éjszakájának témája kis és nagy forradalmak, melyek hatást gyakoroltak a művészetekre és mindenek előtt az emberek életére. A Kosztolányi Dezső Színházban ismét megrendezésre került a színház a kulisszák mögött esemény. Idei évben is bekapcsolódott a Kosztolányi Dezső Színház is a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatba. Ugyan nem egy múzeumként működünk, hanem előadásokat mutatunk itt be, de az a gyakorlat minden évben, hogy mivel ilyenkor a lakosok és a szabadkaiak megindulnak a városban, és járnak intézményről intézményre, azt tettük észre, nagyon szívesen betérnek a színházunkba is, és az egyik program, amely minden évben nagy sikert arat, az a Kulisszák mögött című programunk. Ebben az évben is megismételtük, sőt kétszer is, 6-tól 7-ig is kulisszák mögött sétáltunk, és később még most is zajlik, kulisszák mögött sétálunk. A Szabadkai Városi Múzeumban többek között Petrik Pál festő és díszlettervező születésének 100. évfordulója alkalmából rendeztek tárlatot. Hulló István, a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója elmondta, emellett dekipihentük magunkat címmel az Újvidéki Vajdasági Múzeum vendégtárlatát is bemutatják a látogatóknak, illetve újdonsággal is készültek az idei múzeumok éjszakájára. Ami az idén új, talán a természeti tárlat, a természeti gyűjtemény egy részét mutatjuk be a tetőtérben, és még nem teljesen kész a kiállítás, de nagyon látványos és nagyon népszerű, ahogy látom már a gyerekek körébe különösen. Emellett új válogatás mutatunk be a Magyar Galéria keretén belül, tehát teljesen új képek kerültek ebbe a térbe. Munk Artúrról van egy kiállítás, amely egy nagyon modern, egy nagyon jó kiszerelésű és nagyon gazdag kiállítás, író, orvos, világutazó gyakorlatilag, és az ő élete, kapcsolata ugye a Kárpáti, a Titanic történet, ez mind itt látható, bemutatható,
bemutatja a kiállítás. Azután Vojnics Oszkárról már így a klasszikus kiállítás, hogy így mondjam, az a rész, amely az Európán kívüli gyűjteményünket mutatja be, elsősorban néprajzi vonatkozás, de úgy, ahogy meg kell említeném, Petrik Pál, művész, festőművész kiállítását, amely a 100 éves évforduló kapcsán nyílott meg, és szintén nagyon gazdag, nagyon sokoldalúan mutatja be ezt a nagyszerű művészt. A Szabadkai Kortárs Galéria 55 éves fennállásának alkalmából rendezett kiállítást Miroszláv Jovancsics, a galéria munkatársa elmondta, igyekeztek a galériához köthető legfontosabb műveket kiállítani. A retrospektív kiállítás mellett Maja Rakocsevics Cvijanov, a Hely című kiállítás megnyitóján vehettek részt az érdeklődők. Két kiállítást készítettünk, ahogy már mondtam, Maja Rakocsevics Cvijanov, itt, ahol lent vagyunk a szalomban, szabadkai szobrászművész, egy kiemelkedő figura ebből az újabb generációból, úgy mondjuk, hogy fiatal művész generációhoz tartozik. Egy ideig Belgrádban tevékenykedett, ott is nem kis sikerrel, sőt azt mondom, hogy nagyon is jelentős szerepet játszott annak idején, amikor Belgrádban dolgozott, aztán visszatért Szabadkára is, időnként nálunk kiállít. Mindig izgalmas, érdekes ötletekkel jelenik meg, ez a mai tárlat is éppen olyan. Láttuk, hogy nagyon tetszett a közönségnek, rengeteg gyermek megfordult, mert ő saját maga is valahogy a családi életét a központba tette, ennek a kiállításnak az egyik ilyen mottoja éppen az ő egyénisége és az ő egyéniségének a viszonya a környezettel, és az első környezet, amelyben ő megtalálja magát minden nap, az ő családja. Viszont fönt meg a volt képzőművészeti találkozó mostani Kortárs Galériának a gyűjteményéből egy válogatást lehet látni, melynek a címe 55 év, 55 alkotás. Nem csak a múzeumokban zajlott az élet, a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat keretében került megrendezésre a Szabadkai Ifjúsági Fesztivál. Horvátországból és Szerbia több városából is érkeztek együttesek. A rendezvényen 8 kezdőzenekar lépett színpadra, a fesztivál legjobb együttese albumfelvételt nyert a Szabadkai Stúdió 11-ben, valamint felléphet két regionális fesztiválon is. A szervezők így szeretnének lehetőséget adni a fiatal együtteseknek karrierjük építésére. Mi se zaista trudimo, evo kako Kancelarija za mlade, mi nam je ovo treća godina da organizujemo festival Omladinu i nekako ono neko naše zapažanje jeste da su zaista mladi vrlo zainteresovani da dođu. Mi smo imali 21 prijavu autorskih bendova, mislim da je to zaista onako jedan lep, adekvatan broj. I zapravo sama srž festivala Omladine su ti takmičarski bendovi. Ono što je nama drago jeste da oni sad imaju prilike da zasviraju dakle, na jednoj većoj bini i da imaju prilike da sviraju pred dva revijalna benda koje će zapravo ovde svirati. Az ifjúsági fesztivál egyik legnevesebb fellépője a belgrádi E-Play. A zenekar immár csak nem 20 éve áll a világot jelentő deszkákon. Evo, E-Play postoji skoro 20 godina i prvi put svira na ovom festivalu. Tako da taj omladinski festival za nas je nešto što je stvarno posebno, da još uvek mladi ljudi vole neki rock and roll i slušaju i treba da im se pruži nešto.
Az est főzenekara szintén belgrádi Artan Lili volt. Az együttes 2013-ban alakult és hamarosan megjelenteti második nagy lemezét. Nam je drago i sretni smo što je ovakav festival doživio revival, znači neki ponovno oživljavanje. I evo nas tu smo, prepuno je dobrih bendova, strašnih ekipa i nadamo se najljepšoj noći u Subotici. A Szabadkai Városi Könyvtár amerikai kuckó részlegében az Üveg mágiája címen ékszer kiállítást láthattak a szabadkaiak. A szabadkai Kleinhausban a Színszekász zenekar szórakoztatta a közönséget. Rendezvényre idén is ingyenes volt a belépés.